A hétvégén raktál ki egy posztot arra vonatkozóan, hogy mi a véleményed erről a törvényről. Röviden összefoglalnád, hogy mit gondolsz erről az egész helyzetről, ami kialakult? Egyszerűt meg sokfélét is gondolok. Tehát az egyszerűt az azt gondolom, hogy nem lehet... Tehát egyrészt nem lehet kipécézni megint egy embercsoportot, akiket lehet utálni. Egy, kettő, de nem is ez a fontos, mert ez már egy ilyen megszokott dolog. Hanem az, hogy nem lehet ugyanoda tenni a bűncselekményt a szabadon választott. Nem lehet a szabadsággal egy platformra tenni. És hogy nem azért beszélek én most erről, vagy nem azért írtam ki ezt a posztot, mert személyesen érintve vagyok, hanem mert szerintem elméletben sem lehet, de ami még nagyobb szerintem is pofátlanság, hogy itt azért ennek a törvénynek egy nagyon fontos része a gyerekek elleni védelme, tehát a gyerekek védelme, a gyerekek szexuális erőszak elleni védelme. És az sem tud olyan fontos dolog lenni, és az sem tud egy olyan megkérdőjelezhetetlen dolog lenni, hogy ne keveredjen bele az, hogy ez valamilyen módon felhasználni a hatalom megtartására, vagy arra, hogy az elkövetkezendő hónapokban még inkább indulatokat lehessen szítani bárki ellen. Tehát engem ez is felháborít. Mert azért ez egy olyan kérdés, amiben nincs kérdés. Mert a pedofília nem csak a nagykövet, és a pedofília nem csak a cukrosbácsi, a pedofília az a családon belül is van. Tehát hogy a gyerekek védelme sem ér annyit, hogy ezt ne keverjük minden mással. Az, hogy közben pedig meg van lovagolva, vagy az van gondolva, hogy ezzel most a bizonytalan szavazóknak egy rétege, amelyik mondjuk sokszor, tehát vannak ugye ezek a megélhetési homofóbok, én úgy hívom őket, tehát akik darálnak, meg mindenféle dolgot csinálnak. Szerintem tök jól élnek belőle. Tehát most az van gondolva, hogy az a bizonytalan rétegből egy nagyon nagy számú ember fog most azért melléjük állni, mert most a buzikat megbüntetik, vagy hogy érted, 18 éves korig nem lehet erről beszélni. Mert ugye az ember az 18 éves korától foglalkozik a szexualitással. Tehát ez valóban egy életszerű dolog. És az is nagyon sokat beszéltünk, és sok mindenki beszélt, és sokat röhögött, és sokat cikiztük az elmúlt időszakban azt a bizonyos valakit, aki 60 éves korában arra kényszerült, hogy meneküljön egy csatornán. Én végtelen tragikusnak tartom a történetet. Tehát engem mélyen megrázott, és azóta is mindig megrázva erre gondolom. Mert ha lenne egy Shakespeare, biztos megérne. Igazi Shakespeare-i figura, hogy valaki hogyan és miként éli le az életét úgy, hogy 60 éves korában ebben a pozícióban egy eres csatornán mászik le. És én azt gondolom, hogy ez a törvény, az, hogy ide az őrült nőkre nem jöhetnek be 14 évesek, erről nem lehet beszélni, tehát ezt úgy oldjuk meg, hogy ez nálunk nincsen, az ilyen embereket fog kitermelni magából, akik végig hazudják az egész életüket, és olyan méltatlan és embertelen helyzetekbe sodorják saját magukat, ami szerintem nagyon mélyen megrendítő és mélyen megrázó. Van valami, azt hiszem, egy közép-ázsiai ország, ahol ott is van egy ilyen diktátor, aki ugye mindig azt mondja, hogy náluk nincs homoszexuális az országban. Nem tudom, melyik belső ázsiai ország. Tehát mi így vagyunk mi is. Tehát nálunk ez nem lesz. Illetve mint mindig újra a cinizmus. Tehát, hogy majd azok beszélhetnek erről, meg majd azoktól kérdezhetnek a gyerekek, akik erre ki lesznek jelölve. Mondjuk a pszichológus néni, aki ennél a bizonyos könyvnél elmondja, hogy ez káros a gyerekek fejlődésére. A kamasz gyerek az, akinek a legtöbb problémája, legtöbb kérdése, legtöbb bizonytalansága van. Mindannyian tudjuk saját magunk életéről, tudjuk a tanulmányokból, hogy ez egy nagyon fontos időszak az ügyben, hogy az emberben milyen felnőtt lesz. Hogy egy önazonos felnőtt lesz-e, aki megpróbálja kiteljesíteni saját magát és az életét, vagy egy szorongó felnőtt lesz, aki ezt megpróbálja másokon leverni. Tehát, hogy érted,
ez a törvény, ez a jövő generációját rohasztja, vagy nem tudom ezt jobban mondani. Tehát nem szabad önmagukat vállaló, kérdező, kommunikáló, a problémáikat megosztó embereket fog létrehozni, hanem majd a pedagógusok titokban az iskola udvaron a szünetekben fognak erről beszélni? Vagy egy ilyen helyzetben mondjuk egy 14-15 éves kamasz mer majd kérdezni? Hogy meri elmondani a problémáját? Mer segítséget kérni? Tehát, hogy én ezt nem is, tehát igazán nem is lehet, tehát azt gondolom, hogy annyira méltatlanul nincs végig gondolva, hanem csak egy ilyen pillanatnyi, vagy az elmúlt időszak, vagy a választásokig fennmaradó időszaknak a kitalált marketing fogása. Miközben nagyon erősen és nagyon mélyen meg fogja határozni a következő generációkat. És nem úgy, hogy kiből lesz meleg, meg kiből nem lesz meleg. Te mit gondolsz, mikor és miért mosódott össze a pedofília és a homoszexualitás fogalma Magyarországon, illetve miért vannak ezek az asszociációk a köznyelvben, miközben egyébként sokkal több kislány esik áldozatául például felnőttek szexuális bűncselekményeinek, mint amennyi kisfiú a különböző statisztikák alapján, mégis van egy ilyenfajta rokoníthatóság, vagy rokonítottság. Milyen a legnagyobb szitok szó, a legegyszerűbb volt konfliktusban az, hogy buzi. Tehát érted, valaki eléd áll a sorba, akkor lebuzíz. Vagy te lebuzízol. Tehát ez az első szó, ami nem adta meg az elsőbséget, és akkor kiordít az ablakon, hogy buzi. Hát azért van az is, hogy tehát a cigány is van. Kurva anyád buzi. Kurva anyád buzi vagy. Vagy kurva anyád zsidó vagy, vagy kurva anyád cigány vagy. Igen. De hozzájuk mégsem társul a szexuális megrontásnak a vágya. Mert aki ettől fél, vagy ezzel ennyit, esetleg mi a francér foglalkozik ezzel ennyit mindenki? Miért? Most is olvastam valahogy, mert négy fal között csinálják. Baszki, hát én egyáltalán nem akarok ezzel foglalkozni. Senki nem akar ezzel foglalkozni. Nem az érintettek foglalkoznak ezzel ennyit. Ugye minden, nálunk minden, amit nem ismerünk, az rögtön perverz lesz. Tehát, hogy nem nézek meg egy előadást, de hallottam, hogy az van benne, tehát akkor az perverz. És valahogy, hogy miért hasonl, vagy miért mosodik össze a pedofiliával? Mert ez annyira szörnyű dolog, mint a pedofilia. És szerintem a magyarországi politikai jobboldal miért nem képes azt meglépni, hogy például amikor a brit konzervatívok megléptek, hogy Boris Johnson azt mondja, hogy azért kell megadni a házasodás lehetőségét az azonos nemű pároknak, mert hogy konzervatívak vagyunk, vagyis hiszünk a monogám kapcsolatban. De figyelj, miért nem képes erre a katolikus ország a Spanyolországban, figyelj, az eutanázia engedélyezve van, és engedélyezve van az a manek házasság, Olaszországban is engedélyezve van. Erre ez nem lehet azt mondani egyik országra, se, nem két katolikus keresztény ország, vagy beszéljünk az írekről. Hogy miért nem képes meglépni, mert muszáj fenntartani ezt az ügyet is. Egyre kopnak azok az ügyek, amikkel... Tehát érted, nem jön menekült, akkor nem lehet azzal ijeszgetni, hogy menekültek jönnek. A cigányok vagy a romáknak a szavazataira szükségünk van. Azokat most nem lehet csesztetni. Mert hogy muszáj fenntartani a... Muszáj ezt fenntartani, hogy vagyunk mi, és vannak a nálunk. Vagy hogy mi különbek. Tehát muszáj találni olyat, akiknél mi különbek lehetünk. Mert úgy tudjuk önmagunk zsenialitását megfogalmazni, hogyha valakihez kapcsolód, vagy valakivel hasonlítjuk magunkat. Nem önmagunkban nézzük önmagunkat. Tehát nem azt mondjuk, hogy én nagyon jó fej vagyok, hanem hozzá képes vagyok nagyon jó fej. És ahhoz kell egy hozzá. És abban a pillanatban, hogy ez megszűnne, nem tudnád kivel hasonlítgatni magadat. Te emlékszel arra, hogy neked mi a legelső homoerotikus művészeti élménye? Olyan film, képzőművészeti irodalom. Nagyon megijedtem, ezt volt kérdezni, mi az első homoerotikus élményem? Hát művészetben. Művészeti alkotásban. A legel? Nem. Szerintem Pasolini. De lehet, hogy a Mack. Tehát lehet, hogy ez egymásra nézve.
De hogy... És igaz lelkedre szerinted ez bármit formált a te orientációdon? Nem. Tehát meg tudod nyugtatni a törvényhozókat. Igen, de ez annyira... Tehát érted, nekem lenne ötletem pár nagyon csinos fiatalemberre, hogy mit nézzem meg. Hogy utána elkérjem a telefonszámát. Bár én egyszerű lenne, azt mondod. Hiszen ők azt állítják, hogy azt megnéz, akkor ő meleg lesz. Tök jó. Akkor küldök neki pár videót, teljesen művészfilmeket, azt ő megnéz, és akkor én fölhívom öt telefonon. Fordítsuk meg. Tehát, hogy... Szóval, hogy teljes abszurdit. Nem tudom megfordítani, mert elvesztettem a gondolatomat. De, hogy... Tehát, hogy abszurditás ez, hogy te azért, mert valamit megnézel, azzá válsz. Tudom, hogy ne nézd meg. Tehát, ha nem akarod, ne nézd meg. Oké. Hát a törvény most ezt fogja tenni. Konkrétan elzárja. Felnőttekről beszélgetünk. Tehát most én ezekről a véreszájú homofóbokról beszélek. Tehát, ha ez ennyire zavar, akkor ne nézd meg. És jöttünk fel a lépcsőn, és kérdeztem, hogy mi lesz akkor, hogyha két szülő, egy apa, anya, nő, férfi, rendes, normális gyerekével eljönnek az őrültnök ketrecére, akkor a papa, mama bejöhet, a 16 éves pedig nem jöhet be. Tehát, hogy olyan módon, hogyha a szülő úgy gondolja, hogy neki ezt látnia kell, mert ez semmi másról nem szól, mint sokat tudsz rajta nevetni, és a szeretetről, az elfogadásról, arról szól, hogy csak oda kell figyelni a másikra. Tehát, ha a szülő úgy ítéli meg, hogy a gyereké ezt megnézheti, akkor az állam ezt felülbírálja. És akkor azt fogjuk mondani a szülőknek, hogy ők bejöttek, de a gyerek menjen a foglalkoztatóba? Mert itt kell majd nyitni egy ilyen kamasz foglalkoztatót? Szóval hogy van ez elgondolva? Hogy beleszól az állam abba, hogy te hogyan neveled a gyerekedet? A színházban beszéltek arról, hogy ez mit jelent majd a műsorpolitikára? Még nem merünk erről. De van egy nagyon kedves tötöt. Pénteken volt ilyen belső megnézés, kvázi ilyen előbemutatott a Székely Csaba Öröm és Boldogság című színdarabjából, ami nagyjából azt vizsgálja, hogy a melegek hogyan élnek Erdélyben. És én erről azt gondolom, erről a darabról is azt gondolom, meg az előadásról is, ami elkészült, hogy ez egy nagyon fontos, érzékenyítő cucc. Ezért én a házi főpróbára mondtam a színház vezetésének, hogy hívjuk meg sok középiskolai tanárt, akik majd megnézik, és majd hozzák a gyerekeket. Ez pénteken volt, aznap jött ki a törvény. Tehát odajöttek a tanárok, és azt mondták, hogy tök oké, de én már nem hozhatom el erre a gyerekeket. Tehát nem tudom, hogy a színház mit fog csinálni. Jó. Még inkább majd óvatos lesz, hogy miről beszél. És most már nem csak azért, mert megpróbál valahogy életben maradni, hanem mert törvényi kötelessége. Tehát az előző példánál maradva a két szülő azt mondja itt az jegyszerűnek, hogy elmegyek a francba, mert én a saját gyerekemnél el tudom dönteni, hogy mit nézze meg és mit nem, azt bevisszük, akkor utána szerintem meg fogják büntetni a színházat. Vagy hogy? Az hány éves kortól lehet szexuális kapcsolatot létesíteni a magyar törvények szerint? 14, ha jól mondom? 14. Tehát 14 éves kortól élhet szexuális kapcsolatot, azzal nincsen probléma. De 18 éves korodig nem is hallhatsz arról, hogy vannak olyanok, akik mondjuk a saját nemüket szeretik, vagy olyanok, akik nem találják saját magukat a saját bőrükbe, vagy bármilyen emberek vannak. Csak ugye ez az első lépés. Lehet, hogy majd a nyugdíjasokról se lehet beszélni, mert azok meg csak viszik a pénzt. És egyre többe kerülnek, és egyre nehezebb a nyugdíjrendszert fenntartani. És aztán, hogy nem lehet beszélni a nem tudom kikről. Az ima, hogy tésen, tehát szélsőségesen életszerűtlen a törvény maga, de szerinted mi lenne a helyes ellenállási stratégia, akár a közösség számára, akár a magukat, az alkotmányos jogok védelmezőinként elgondoló polgárok számára? Tehát szerinted mi lenne az adekvát cselekvés? Szerintem az, hogy nincs, hogy hívják azt, ilyen állampolgári engedetlenség? Ugye ezt így van ilyen?
De annak is egy csomó törvényi feltétel van, és biztos, hogy most ilyen különleges helyzet van, nem lehet úgy, ahogy egyébként lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy erre nem kell tudomást tenni. És ha a szülő úgy gondolja, hogy meg akar, hogy elhozza a gyerekét az örültön ketrecére, akkor be fogjuk engedni a gyereket. És de aztán ennek lehet, hogy ez a következmény egy idő után azt fogják mondani, hogy ez nincs ez a hely. Az, hogy az iskola mit tud csinálni, mondjuk egy középiskola mit tud csinálni, aminek már így is ezer módon van megkötve a keze és szabályozva az, hogy mit gondolhat, vagy miről beszélhet, azt nem tudom. Azt nem tudom. Azt, hogy mondjuk holnap a parlamentben, tehát én, amit ír, tehát hogy nem gondolom azt, hogy ebbe bármilyen módon részt kéne venni. Tehát, hogy te tudod, hogy méltatlan helyzetbe akarnak hozni, akkor megvan az a választás, hogy a méltatlan helyzetet azt mondod, hogy nem. Bármilyen következménye van. Mert a lényeg az, hogy méltatlan helyzetbe akarnak hozni. Mit üzenél egyetlen bármit azoknak a 20-10 éves fiatal embereknek, akik mondjuk nézik ezt az interjút, hallgatják ezeket a fejleményeket, és eleve mondjuk éppen most fedezik fel a szexuális orientációjukat, esetleg kérdéseik vannak a nem identitásukkal kapcsolatban, és egyre inkább azt látják, hogy ez valami fajta kriminalizált tevékenység. Mit üzennél nekik? Hogy biztos van a környezetükben olyan barát, tanár, szomszéd, pizzafutár, akitől meg lehet kérdezni. De úgyse azt fogja kérdezni, hogy milyen melegnek lenni, hanem akivel lehet beszélgetni. Biztos, hogy van ilyen ember. Ezt meg kell keresni. És egyébként azt az utat, amit mindenki bejár ezzel az egész témával kapcsolatban, azt amúgy se lehet megsporolni. Tehát, hogy ez senkinek nem így van az életében. Tehát ezzel senki nincs egyedül ezzel a problémával. Tehát nem ő szenvedi csak ezt meg, amíg elfogadja saját magát, ezzel mindenki szépen átmegy. Tehát az normális. De hogy biztos van valaki, és biztos, és ha a környezetében nincs az internet, mert ugye az internetet még nem tiltották be törvényileg, tehát ez is tök röhely. Szóval biztos, hogy talál olyan felületet, vagy olyan, hogy vannak olyan felületek, ahol lehet erről beszélni. Uh-huh. Mindenféle félelemről és szorongásról. És azoknak a szülőknek mit üzennél esetleg, akik sejtik azt, hogy a gyerekeik ilyesmikkel küzdhetnek, de tartanak attól, hogy ezt kibontsák nekik, és tartanak a választól, amit esetleg kaphatnak? Én ebben radikálisabb vagyok mondjuk a meleg jogvédő szervezetekhez képest. Én nem várom el a szülőtől, hogy ezt így elfogadja. Én azt gondolom, hogy igenis jár a szülőnek is az a megértés, és az az elfogadás, hogy ő ettől sokkot kap, és hogy neki ezt nehéz feldolgozni. De hogy beszéljenek róla, az, hogy beszéljenek róla, azt üzenni. Annak ellenére is, hogy szorong attól, hogy mi lesz a gyerek válasza? Persze. Hát persze. Miért jobb nem beszélni róla? Tehát jobb az, hogy nem beszélek róla, és akkor 8 év múlva majd véletlenül kiderül. Tehát egyszer mindenképpen kell beszélni róla, ezt mondod. Igen, de nem úgy, hogy édesfiam, te meleg vagy. És azt gondolom, hogy ha odafigyelés van, akkor létre tud jönni egy olyan pillanat, és az lehet, hogy a vasárnapi ebéd közben van, amikor erről beszél a gyerek. Vagy a fene se tudja, hogy mit üzenek nekik. Nem tudom, mit üzenek nekik. Ez mindenkinek a saját útja. Minden családnak a saját útja. Én azt üzenem mindenkinek, hogy ez, igenis ezzel vannak kérdések, ezzel van munka. Ez senkinek sem megy egyik napról a másikra. És ettől nem, ez nem csak neki van. Ez nem csak neki jár, ez nem csak az adott szülőnek, az adott családnak, Isten csapásaként. Nem, ez mindenkinek van. Csak a záró kérdéskör, hogy szinte mit lehet tenni azért, hogy elkerüljük ezt az ilyen kultúrharcos narratívát, nevezetesen, hogy
a felvilágosultak állnak a törvényt ellenzők oldalán, a mucsai maradiak állnak a törvényt igenlők oldalán. Van egy ilyen narratíva, van egy ilyen megkülönböztetés, hogy azok, akik nem képesek elfogadni a meleg jogokat, nem képesek elfogadni az azonos neműek szerelmét, nem képesek elfogadni a nem változtatás igényét, azok egész egyszerűen hát nem eléggé felvilágosultak, kulturálisan nem eléggé cizelláltak. Mit lenne tenni szerinted azért kifejezetten az érintetteknek, akik most egy súlyos jogsérelmet szenvednek el, tehát eleve empátiára, szolidaritásra kellene appellálniuk, de mégis nekik kéne valamilyen módon empátiát és szolidaritást tanúsítani adott esetben azok felé, akik nem biztos, hogy rossz szándékból nem ért, vagy támogatják ezt a törvényt, hanem ezer oka lehet, nem tudom. Mit kellene tenni szerinted azért ennek a közösségnek, hogy ne élezze tovább ezt a konfliktust, hogy megértést tudjon nyerni azok körében, akik támogatói ennek a törvénynek, de nem létrehozó. Megértést. Azt elfogadni, hogy ő ezt komolyan gondolja. Ő ezt nem mucsaiságban, és nem parasságban, és nem bunkóságban gondolja, hanem valamiért, ami benne igazi. Hogy ne értékeljünk mi is. De valaki, aki azt mondja, hogy nem tartom egyenjogúnak azokat, akik, velem egyenjogúnak azokat, akik egy azonos nemű emberrel élik az életüket, akinek ilyen szexuális vonzalmaik van. Gondolja ezt. Mindenkit meg akarsz győzni erről? Csomó ember nem szereti az operát. Soha nem értem, hogy miért kényszerítjük olyan embereket, hogy menjenek operába, aki nem szereti az operát. Csak az opera meg tud maradni a négy fal között, a buziság nem. De most nem erre mondom, hogy meg tud maradni, vagy nem. Persze, én nagyon szeretném, hogyha XY barátom imádná az operát, de azért, mert nekem csodálatos élményeim vannak az operával. De ő nem szereti az operát. És ha én elfogadom azt, hogy ő nem szereti az operát, akkor ebből soha többet nem lesz konfliktusunk. Csak én attól nem tartom őt parasztnak, és ő se tart engem pervez, bunkó állatnak, hogy szeretem az operát. És te látsz egyébként bárhol olyan színteret ebben az országban, ahol az ilyen radikális véleménykülönbségek egyáltalán meg tudnak jelenni? Csodál, a Partizán! A Partizán. Tehát itt, de tényleg. Tehát, hogy lehet normálisan. Te nem nézed hülyén. Jaj, hogy mondjam finoman. Szóval te nem, te azt képviseled, amikor egy olyan emberrel beszélgetsz, aki azt gondolom, hogy a világ minden szegmenséről más gondol, mint te. De nem azt képviseled, hogy ő ettől hülye. Vagy egy paraszt, akit meg kell szégyeníteni. Nem, komolyan veszem. És azt szerintem iszonyúan fontos. Tehát és ettől például milyen kurva jó, de ilyet lehet csúnyán beszélni a Partizánban. Abszolút. Szóval, hogy, tehát ettől mennyire jó beszélgetések vannak. Tehát, hogy konkrét beszélgetések vannak, nem ez a balett. Tehát vegyük komolyan politikai ellenfelénket akkor is, ha elviselhetetlenek? Hát, mit tudsz más csinálni? Alföldi Róbert, köszi.